Hello. Let the hunt begin. Victory or death! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Radik vagyok, ez pedig a legújabb kocsma. Kicsikét késve fogom felvenni az egészet, hiszen nem voltam itthon. Szóval ezt bocsássátok meg nekem, legyetek szívesek, de nézzük is a legújabb Tavern Brawl-t, mit tartogat ezen a héten nekünk. Vagy lábbis nekem. Ne fiam, visszatér! Megmutatja magát. Hát jó, nézzük meg, hogy mi lesz. Ó, szóval... mások ellen kell játszani valószínűleg? Fogalmam sincs, tényleg nem tudom. Mindjárt kiderül. Szóval teljes mértékben random emberek ellen játszunk random paklival. Ez érdekes lesz. Lássuk, mink van. Ez nem kell, az még nem kell, ez még nem kell. És lapjunk az ellenféltől. És még hátlapunk sincsen. Ez mi? Szóval őt kell megölni. Mindkettőnknek. Oké. Szerbusz. Na lássuk, mink van. Kettőből tudok-e valamit csinálni? Nem. Passzolom a kört. Tehát ez minden körbe ötöt sebez rajtunk. Hát ez... ez érdekes lesz. Akkor adjunk a másiknak banánt. Üssük le, mint az állat. Jó, hát ez nekem még tényleg teljesen új. Ez mi? Hát ez nem jó. Hújúj! Itt igazából csapatmunka van, és össze kéne dolgozni a másik emberrel, ami nem lesz egyszerű szerintem. Na lássunk. Mivel én pap vagyok, tudok gyógyítani. Van 3 manám, ami nem valami sok. Csináljunk egy ilyet. És megütjük a pofáját. 5-öt már sebeztünk rajta. Hújúj! Aha. Adja nekem a kristályt, én majd adom neki a kristályt. És adja nekem a banánt. Király. Swap player's hand. Oh! Azt a mindenit, ez de egy mocsadék. Ez de mocsadék, úristen. Jó, hát akkor húzunk még 2 lapot. Meggyógyuljunk. Ú, basszus, duplá húzunk. Bocs. Na mindegy, üssük a pofáját. Hát ez nagyon érdekes, nagyon izgalmas, én ilyet még nem tapasztaltam. Nagyon király, nekem tetszik. Ez annyira nem tetszett. Az, hogy kicserélte a kezünket, ez de egy mocsok. Ez az.
Így van, adjál neki még több életet. Így van. Inner Fire-t még ne használd. Ez király. Na, most már különböző emberek között is. Most tudnék gyógyulni 6-ot, de inkább erősítsük őt. És még mindig erősítsük. Még mindig erősítsük. Ez az. Ezt még nem rakjuk le. Viszont ütjük az arcát. Ennek a hatalmas nagy sárkánynak. Gondolom sárkány. Behold the true power of Nefarian. Ó, de jó, hogy ez még nem volt a teljes erő. Ó, nagyon jó, most már 5-öt fog sebezni. De jó, hogy nem raktam le. Oké. Okay. Úgy látszik, hogy azt az egyetlen egy embert kell nagyon-nagyon felerősítenünk, és azzal szétverni a fejét. Úgyhogy közben vigyáznunk is kéne magunkra. Ez mit csinál? Choose one. Each player draws two cards or restore each hero. Szerintem gyógyuljunk. Elég sok lapunk van, gyógyulni az mindig jó, viszont előtte lerakhattam volna, mindegy, put a copy of enemy minion into your hand. Az most nem kell. Viszont adjunk Wind Fury-t neki. Egy részt, más részt, csináljunk egy ilyet. Üssünk kétszer. És gyógyítsunk. Reméljük túléli. 138 életpontja van. Jó, az csak minket sebez. Az még elmegy. Hát, azzal most sokat nem érünk el. Ja, ez jó lehet. Na, mit erősítesz rajta? Megduplázza az életét. Talán. Talán valamire jó lesz. ...135 életpont. Az még rengeteg. És 5-öt üt. Jó, hát ez kijön. Ezt egy kicsikét felerősítjük. Ja. Rárakjuk ezt. Így az erősödött. És így újra fogja summonálni. Ugye? Persze mindenféle egyéb cucc nélkül, de az most mindegy. Azt még nem öljük meg. Annak duplázunk majd az életét. Úgy látom, plusz egy új embert kell választani. Na, na, duplázol valamit? Mit csinálsz? Ez nagyon fura, hogy össze kell dolgozni az ellenféllel, hogy legyőzzük a fősárkányt. Ne fiant. Ez az. Erősítsük a kis emberkét. Ha nálam lenne az Inner Fire-re, kicsikét jobb lenne, de hát... sajnos elvette tőlem.
Jó, még nem állunk annyira rosszul. Na ezt viszont most mindenféleképpen meg kell lépni. Bizony. Na lássuk. Megtámadjuk, mindegy. Gyógyítunk rajta, húzunk egyet, Beneből. Ó, ez nagyon jó lesz. Ez nagyon-nagyon jó lesz. És most már nagyon is kell gyógyítani egymáson, mert ez így... De már majdnem a fele életét leöltük. Ah! Szóval ez neki is megvan. Azt a... Ez az, és megnyerte. Ez szép volt. Ez nagyon jó volt. Közben megutosom a kamerát, annak az állványát. Még kicsikét várni kellett volna. De hát mindegy. Na lássuk, mit tudunk kezdeni. Most elég jól állunk életből. Adunk neki jó sok életpontot. Gyógyítjuk a társamat. Hát igazából ennyi. Egyelőre. Nagyon biztos. Biztos vagyok benne, hogy ti másképpen oldanátok meg, de... Na jó. Kéne még egy Inner Fire. Kéne még egy Inner Fire. Mert akkor dupláznám, Inner Fire és meg lenne. Ajjajjajjajjaj. Ez nem jó. The light serves me now. Ezt a mocsadékot! Hát ez... Ez mi ez? Hogy lehet valaki ennyire egy rohadék? De most komolyan. Hát ez nagyon nem kell. Erre a körre. Hát akkor gyógyuljunk. Azt a mindenét. Hát pedig valamit le kell játszani. A fenébe. Három kártya neki, 10 kártyája van. Ez lehet, hogy nem lesz meg. Aggódom. Most 90 életpontja van. Au. De ezt az ellenfelem lényére is rakhatom, nem? Hát, hogyha tudunk neki adni még valami dolgokat. Meg igazából más ötletem jelenleg nem nagyon van. Nekem összesen 2 kártyám van még a deckbe. Hát ez nem hiszem, hogy most meg lesz.
itt az a probléma, az egyik, hogyha olyan emberrel vagyok, mármint a társam egy olyan ember, aki még ezt nem játszotta, így nem nagyon tudjuk, hogy mit kell csinálni. Mivel én jelenleg nem tudtam. Szóval... hát nem tudom. Persze. Ez mit csinál? Choose a minion menu, it's attack, restore 4. Az jó. Hogy akkor gyógyuljunk. Aztán... én nem nagyon szeretnék húzni. Minusz 2 attackot adjunk neki. Utána pedig gyógyulni kell, nem tudom. 63 élet az még mindig nagyon soknak tűnik nekem. Nagyon-nagyon soknak tűnik az a 63. Hát igen, ő is leszedi most azt a durva eszközt. Nem is igazából tudom ezt kommentálni, ez annyira hihetetlenül rosszul állunk, vagy nem nagyon tudok kommentálni. Így van, és én már sebződgetek. Nagyon jó. Jó, akkor kopizzunk egyet. Ó, azt kellett volna kipróbálni, hogy ezt vajon meg tudom-e csinálni. Az vicces lett volna. Na, lássuk. Gyógyuljunk egy nagyot. Gyógyulunk. Mert most csak azt tudunk csinálni. Egyre többet sebez mindenkin. Kíváncsi, hogy milyen lapjai vannak még a társamnak. Ez az, erősítsed. 53 életpontja van. 53, azzal kéne valamit csinálni. Én pedig nagyon-nagyon-nagyon rövid idő alatt meg fogok halni. Totem, igen, az még nem rossz ötlet. Kettő. Hát azt nem nagyon szeretném. Viszont... ezzel még tudok valamit alkotni. Ezt visszarakom a kezembe, hogy tudjak utána gyógyulni. Gyógyítok a társamon. És ennyi volt a köröm. Már csak 44 életpontja van. 44. Még tudunk 6, meg 5. 11. 16. Hú, na ez jó. Ez itt most talán jó lesz. 35. És én gyógyulok. És azok is erősek lesznek. Azt hiszem. Ha túlélik. Hát elég hisz ki. Szóval most... gyógyuljak. Mennyi lapja van? Van 5 lapja.
Bekockáztassam? Csak hogyha húzok kettőt, akkor fogok sebződni. Az még megvasz talán. 4. Az 5. Gyógyítok magamon. Még vagyok 21-be. Talán még nem halunk meg. És már csak 18 életpontja van. Szóval következőnek már elég sokat fogok sebződni. Tizenegy életpont. Hújjúj! 6. 6. Gyógyítsunk magunkon. Igazából csak azért játszottam le, hogy már minden lent legyen. Hogyha ő most meg tudja ölni, már pedig elvileg meg tudja ölni. Meg tudja. Azt a mindenit. Ó, igen. Mindegy, nem baj. Hát, igen. Nem gondoltam volna, hogy megnyeri. Nagyon. Nagyon, nagyon közel volt, hogy meghalljak. Hát ez tetszett. Ez jó volt. Ez az, és megvan a deck is. Hát ez nem volt semmi. Játszok még egyet. Meglátjuk, hogy... Most már tudom, hogy mit kell csinálni. Talán nem leszek olyan béna, mint először. Azt a mindenit. Szóval egyikünk a sámán, másikunk a pap. Lábbis nagyon-nagyon így játszik. Így néz ki a helyzet. Remélem a társam már játszott. Igazából, hogyha az elején valami csoda folytán nagyon nagy előnyt tudunkra, hát ezt nem tudom elmondani, szóval nagyon nagy előnyt tudunk kovácsolni, akkor lehet szerintem a legesleg gyorsabban megölni ezt a hatalmas sárkányt. Igazából nem tudom, miért azt nyomtam. 2-ből nem tudok csinálni semmit. Az se jó. Semmi se jó. Várunk. Na meglátjuk, hogy mi lesz. Holger rank. Na Holger rankos, gyerünk. Alkos valamit. Gondolom húzunk lapot. Na, ez nem rossz. Na. Játszunk egy gólemet. Gyorsítjuk a társunkat. Persze, hogy én kaptam szinte a legtöbbet. Mit nem mondjak, azért elég izgalmas. Nekem nagyon tetszik ez a kocsma. Kirakta a lapot, amire semmire nem ment. Hát ez nagyon jó. Van 3-an. Na én most elkezdem pakolászni lefele ezeket a totemeket.
Hát, hogyha felfogja majd a sebzéseket. Aha. Ja. Felfogja. Hát hogyne. Ezt a mocsadékot. Kösz. De a totem csak felfogja. Csak végzi a dolgát. Hát igazság szerint jelenleg nincsen semmi, szóval... Gyógyuljunk. Ütni nem tudok. Jaj, ezt nagyon nem szeretem. Remélem tudja, hogy ezt le kéne ütnie. Amúgy hihetetlen, nem igazából tudok neki semmit sem mondani, szóval, hogyha értelmes a társam, akkor talán meg tudjuk csinálni, hogyha nem értelmes, akkor... Szarügy. Remélem jó lapokat szerzett tőlem. Igen, ez jó. Szerintem én adok neki egy Vine Fury, hogy minél gyorsabban, minél több sebzést csináljunk neki. Remélem lassan lesz Inner Fire-je is. Na, nagyon jó. Miért csak Friendry-e le lehet rakni? Ezt jó, ezt elcsesztem. Ezt elcsesztem. De nagyon. Nagyon-nagyon elcsesztem. Ez van. Na mit fogsz mellé még rakni? Nem rossz, nem rossz. Ha már én elcsesztem. És leszette a gyógyító totememet. Na lássuk. Szóval helyette ő fog sebződni. Ez jó hangzik. Az még kelleni fog szerintem az a fegyver. De egy mocsadék ez. Nefrain. Nefrain. Nefrain, maradjunk a magyarosnál. Nefrain. Azaz, azaz, és Inner Fire. Jó lesz az, jó lesz az. Az elég szépen felfogja tényleg a sebzést. Tőlem. Van 8-am. Adunk neki egy ilyen szépségességet. Ez pedig jó lenne lejátszani, vagy ezt. Minél gyorsabban meg kell ölni. ...173 élet. És mindjárt jön a plusz 5-ös sebzés. Gyerünk, még duplázzad az életét. Húzunk 2-t? Ó, tudja, hogy mit kell tenni. Nagyon jó. Ó, nekem ez a... Mi ez? Main tank. Main tank már megy is lefele. Várjál, még van egy main tankom.
Ó, ez is jó. Ad neki még plusz 2 életet. Nagyon jó. Duplázza az életét. Most már csak egy Inner Fire kéne. 42. 44. Na csak 43. Tényleg már csak egy Inner Fire kéne rá. Igen. Igen, most kezd nagyon-nagyon dühös lenni Nefrén. Ne férjen! Pardon, ne férjen! Az se rossz. Szóval, hagyunk mindenkinek pluszokat. Haha! Ezután van még mindig elég sok. Életpont ügyileg elég jól állok. Ez az. Többiek miért nem tudnak támadni? Amúgy mi történt? Azokkal már támadtam? És de jó, hogy kinyírt mindenkit. És még vissza se kaptam. Jó, a hibát hibára halmozok. Keresi az Inner Fire-t. Ebben biztos vagyok. Ajaj, ez nem jó. Elvileg a két duplázó már kiment. És megvan az Inner Fire. Őt ha húzni akart. Jó, mindegy. De legalább visszakaptam. Szóval... kell nekem egyszer egy ilyen. Aztán... egy ilyen. Most egy kicsikét jobban állunk, mint az előbb. De... végül is mennyi? 3 kör. Elvileg 3 kör, hogyha nem történik valami nagyon nagy szerencsétlenség, akkor meg lesz. Meglátjuk. Haha! Eddig jól néz ki. Igen, előbb is rájöttem erre, hogy igazság szerint egyetlen egy lényt kellene nagyon feltápolni, de hát előbb nem nagyon tudtuk megcsinálni, csak kinyögöm. 10 per 10-es, az már nem rossz. Kapjon egy Divine Shield-et. És hogyha most kap egy Wine Fury-t, akkor kap még egy Divine Shield-et. Igen. És nem. A Divine Shield-et megkapta, viszont már nem. Szóval ezt előtt kellett volna lejátszani. Mindegy. De miért nem támadhatok? Miért csak egy emberrel támadhatok? De most komolyan. A többiekkel miért nem támadhatok? Már immun is ebbe a körbe.
Miért volt ez ilyen mocsok? Az szép. Jó játszik a társam. Nem úgy, mint én. Dupla banán. Nem baj, felerősítjük gyorsan. Megszabadulunk. Átadjuk a kört, és ennyi volt. Hát nagyon bénán játszottam most így másodjára ezzel a szerencsétlennel. De hát ez van. Viszont a társamnak nagyon jól jöttek a lapok, és nagyon ügyesen fel tudtuk tápolni. Úristen, mennyi minden van neki. Szerintem ki se fér. Brand Bronze Beard. Bronze Beard? Ez most mire volt jó, hogy levetted? De hogy miért ne? Király. Ennyi. Kösz. Ez jó volt. De szerintem egyelőre én többet nem játszok ezzel, ez így pontosan megfelel nekem, ez a sok bénaság, amit láthatok. És amúgy is most akarom még fölvenni a... Ó, viszont a sámánnal egyet... Hát majd lehet, hogy utána fogunk még játszani. Na mindegy, a lényeg viszont az, hogy még ma akarom felvenni a Solo Adventure One Night of Karazamnak a második wingjét, megyünk az operába. Az, hogy mikor fogom felrakni, azt nem tudom, mert nem tudom, milyen hosszú lesz. Viszont remélem, hogy tetszett a mai videó a sok bénaságom ellenére. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot. Írjatok valamit a videó alá, mert szinte senki nem ír semmit, gyerekek, írjatok már valamit a videó alá. Szóval írjatok valamit alá, hogyha nagyon-nagyon tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornára, mert még több Hearthstone videó várható. Gondolkozok abban is, hogy valami más játékot is kellene felrakni, nem csak Hearthstone-t, de ez majd még kiderül, még az idő függvénye az egész. Szóval, hát ennyi voltam egyelőre. Majd még találkozunk. Sziasztok, Radik voltam. Well played.